Természetesen ezúttal is teljes teltház várta a csapatokat a Veszprém Arénában. A mérkőzés elején azonban sok öröme nem lehetett az Audi Eto szurkolóknak. A pirosmezes vendég Vülcsa a hazai pályán összeszedett hátrány ledolgozásáért óriási lendülettel kezdett, és az első félidő nagy részében a románok irányítottak. A játékrész közepén alakult ki először a 4 gólos differencia, s bár ebből még sikerült valamelyest faragni, a hajrában azonban megint csak a Vülcsának jött ki jobban a lépés, így a pihenőre 14-10-es vendégelőnnyel mehettek a csapatok. A fordulás után többször lett volna lehetősége zárkozni a hazaiaknak, azonban 2 gólnál közelebb nem sikerült kerülni az ellenfélhez. Ráadásul a viszonylag sok gól miatt már ekkor valószínűnek tűnt, hogy az idegenben lőtt találatok a románoknak kedveznek majd. Nem sokkal a vége előtt már 6 góllal vezetett a Vülcsa. Az utolsó 10 percben aztán fantasztikus feltámadást produkált a zöld-fehér csapat. A védekezés helyreállt, és a támadás befejezések is pontosabbá váltak. A meccs hajráját 6-1-re nyerte meg az Audi Eto, így a győzelem ugyan nem, de a döntőbe jutást törő 26-25-ös vereség meglett. A zöld-fehér csapat története során 3-szor jutott be a legrangosabb európai kupasorozat fináléjába. There is not some explanation, any explanation for this game. Nincs igazán magyarázat erre a mérkőzésre, csak a hitünk és a szurkolók segítsége vitt sikerre minket. A legfontosabb pillanatokban, amikor semmi nem sikerült, és mindenki azt gondolta, hogy elment a döntő, amikor az ész azt mondta, hogy nem lehet felállni, akkor a szívünk mégis lehetségesé tette, hogy elérjük a célunkat. Emiatt nagyon boldog vagyok. The head thinks that there is not possible. Our heart can be do it possible, so we are so happy because of this. Pont ezt mondtam az öltözőben, hogy még mindig sok, tehát eszméletlen érzés, tehát még mindig nem tértünk szerintem magunkhoz, de nyilván ez egy olyan érzés, amit bármikor vállalunk. Nem úgy kezdtünk, ahogy tudunk játszani, védekezésben és támadásban is rengeteg hibánk volt. De ami nagyon fontos, hogy a meccs elejétől a végéig hittünk magunkban, ez volt a kulcs a sikerhez. Számomra egy nagyon fontos pillanat volt, amikor 4 perccel a vége előtt felnéztem az eredményjelzőre, és láttam, hogy 4 góllal vezet a Vülcsea. Aztán ránéztem a mellettem álló csapattársaimra, és mindenkinek az arcán azt láttam, hogy igen, meg tudjuk csinálni.